Molnár Ferenc, Delila. ráció Molnár Ferenc szórakoztató szerelmi tanmeséjéhez a Centrál Színház művészeinek tolmácsolásában. Üdvözlöm Önöket, Lendvai Zsóka vagyok, az Akku Egyesület munkatársa, az előadás narrátora. Engedjék meg, hogy a Centrál Színház Delila című előadásának akadálymentesítése kapcsán bemutassam Önöknek mindazokat a vizuális elemeket, amelyek különlegessé és egyedivé teszik a társulat és az alkotók munkáját. Kérem, tartsanak velem a következő pár percben, hogy még teljesebb legyen az élmény az akadálymentesített előadáson. A darab hivatalos ajánlója. Minden sikeres férfi mögött áll egy nő, a nő mögött pedig a férfi felesége. Igaz ez a képlet virágúra is, a vidéki csárda tulajdonosára is, aki miután sorsjátékon tetemes összeget nyert, hirtelen felkeltette beosztottjának, Ilonkának az érdeklődését. Így virág felesége, a bájos Marianne a démoni Delilához méltóan kénytelen a női raffinéria teljes arzenáját bevetni. Molnár Ferenc bűbájos vígjátékának az ősbemutatója éppen 80 éve volt, ráadásul színházunk épületében, az akkori Pesti Színházban, olyan hajdani sztárokkal, mint Somlai Artúr, Darvas Lili, Muráti Lili és Máli Gergő. Szereposztás, Virág, Stólandrás, Marianne, Balsai Móni, Ilonka, Trokán Nóra, A Csapos, Magyar Attila, Vőlegény, Ódor Kristóf, Ügyvéd, Cserna Antal, Ingatlan ügynök, Endrédi Gábor, Autóügynök, Vári Kovács Péter, Utcazenészek, Gacs Éva és Veszeli Ernő, Színlap. Díszlettervező Bagosi Levente, Jelmeztervező Szakács Györgyi, világítás tervező Tim Maszkál, Dramaturg Baráti György, Szenikus, Barkovics Zoltán, Súgó, Fodor Marianna, Ügyelő, Kelegábor, Gábor, Vida Gábor, Rendezőasszisztens, Hajós Eszter, Zene, Budapest Bár, Rendező, Puskás Tamás. Az előadás időtartama 1 óra 40 perc, egy felvonásban. A darabot 2018. március 9-én mutatták be a Centrál Színház nagy színpadán. Az előadás Molnár Ferenc örököseinek engedélyével jött létre. Magyarországi jogok, Hofra Színházi és Irodalmi Ügynökség. Színpad kép és látvány. Ebben a közel két órában a korhű díszletek és jelmezek, az egységes látványvilág az 1930-as évek Magyarországára repít el minket, nézőket. A darab két helyszínen, Virágék-Budapest melletti fogadójának udvarán, illetve az étterem bárjában játszódik. Miután felgördül a függöny, elénk tárul a fogadó barátságos kerthelyisége három kétszemélyes asztallal. A háttérben egy nagy kétszárnyú fakapu képe rajzolódik ki, tetején félkörívesen felirat, Uri Csárda. A kerthelyiség bal oldalán egy lengő ajtó látható. Mellette helyezkedik el az egyik falsztalka két összecsukható kerti székkel. A tér jobb oldalán szimmetrikusan elhelyezve egy pontosan ugyanolyan asztal található, szintén két székkel, mellette ajtó nélküli átjáró folyosó nyílik. A kezdőképben ezen az asztalon egy tálca pihen két csészével és két pohárral. Az asztal mögött egy díszes, három elemből álló üvegberakású magas ajtó kezdődik, amely átvezet a csárda belső terébe, a bárba. Az ajtó túloldalán találjuk a harmadik asztalt, amelyet a tér közepén szemben a nézőkkel helyeztek el. Ez az asztal egy fehér abrosszal van leterítve, rajta egy kancsó bor, egy szódás szifon, egy pohár, két kávés csésze, virág olvasó szemüvege, és az asztal mindkét oldalán egy-egy újság található. Az asztal felett a falon egy fekete táblalóg, amelyen a fehér betűkkel felírt menü olvasható. A kapun és a falakon borostyán fut végig. A színpad teljes átrendezése után a másik helyszín az Uri Csárda bárjának képe tárul elénk. A tér bal szélén egy lengőajtó áll. Ez a folytatása az előző színpadképben látott a kerthelyiség oldalából nyíló ajtónélküli átjárónak, folyosónak. A lengőajtó mellett ellalakban egy piros bőrhúzatú, kényelmes box látható, amely elé egy díszes lábú kis körasztalkát helyeztek el. A box mögött húzódik a magas, három elemből álló bejárati ajtó, amely a kerthelyiségbe vezet vissza. Az ajtó túloldalán található a félköríves bárpult, előtte három, a box húzatával megegyező, piros bőrrel bevont bárszék pihen. A pult bal szélén egy felhajtható elem van, ezen keresztül lehet közlekedni. A stand mögött középen egy függönnyel letakart átjáróképe rajzolódik ki, amelyet két falikar szegélyez. Az átjárót minden oldalról tükrös polcok szegélyezik, amelyekre rendezetten üvegeket és poharakat helyeztek el. A pult jobbján a falhoz tolva egy abrosszal leterített kis asztal pihen két tonetszékkel, az asztal mellett egy további ajtó nyílik. A tér közepén egy nagy bordo mintás szőnyeg van leterítve, a falon a 30 évek autóinak képei lógnak. Szereplők bemutatása: Virág stólandrás. Az 50-es évei elején járó csárda tulajdonos férj világos, szürke nadrágot visel hózentrógerrel, hozzá világos, kékfehér csíkos, nyakkendő nélküli inget és könnyű anyagú vajszínű zakót húz. Egész megjelenését lezser elegancia tükrözi. A színváltozás utáni bár fekete elegáns zakót visel, hozzáillő nadrággal, fehér ingel, csokornyakkendővel és fényes, fekete alkalmi cipővel. Az esti mulatság másnapján az estén viselt nadrágra és ingre veszi fel, lábszár középig érő, galléros bordó köntösét. Marianne Balsai Móni, virág vékony, csinos, 40 évei elejé járó, elegáns nő. A kezdőképben magas derekú, bőszárú, világos hajszálcsíkos nadrágot hord, amely alól alig lók kivajszínű magas sarkuja. Marianne ehhez illő kis virágmintás, rövidújú blúzt húz, a nadrágba öf helyett egy piros kendőt bújtat. Később az esti mulatságban elegáns, fekete bőszárú nadrágba végződő, a felső részsel egybevarrott szatér visel, amelyre egy előnyitott, mell érő, a ruhához passzoló rövid ujjú kis zakószerű bolerót húz. Fülében hosszú, díszes fülbevaló pihen. Félhosszú, válligérő szőkehaja a kor akkori divatjának megfelelően hullámosan keretezi arcát. Az esti mulatság másnapján egy térdigérő, szürke alapon fehér, kispöttyös ruhát visel, amelynek felső része elől, köldökig nyitott, fehér szegélyű gallérban végződik. Alatt a világos, kis gombos blúz, nyakában finom nyaklánc látható. Ilonka, trokánnóra. A csárda fiatal alkalmazottja fekete, térdigérő, egyszerű, felszolgáló egyenruhát visel, melynek galléria fehér alapon fekete pöttyös. Lábán fekete harisnya és fekete magas sarkú cipő villan, derekán fehér kötény pihen. Az esti mulatság alatt addigi petyes galléria egy a melle közé tűzött nagy masnivá alakul át fekete ruháján. Ilonka fejére fodros, fehér fejpántot illeszt, sötét haját alacsony konyba tűzbe viseli a csapos Magyar Attila. A bár minden lében kanál csaposa, barna nadrágot, világos kockás inget visel, melyen fekete kis mellény látható. Derekán vajszínű, térdigérő, nagy zsebes kötényt hord, melyből törlő ki. Vőlegény Ódor Kristóf. Ilonka vőlegénye, fiatal, sötéthajú, jól fésült férfi, aki barna öltönyéhez fehér inget, rajta az öltönyhöz illő mellényt, valamint nyakkendőt visel. Első megjelenésekor 20. századi motoros sapkát, szemüveget, jackit és kesztyűt hord öltönye felett. Ügyvéd Cserna Antal. A középkorú elegáns ügyvéd fehéringet és világos öltönyt visel, melynek zakója dupla soros gombolású. Nyakába bordó nyakkendőt köt, amely harmonizál a zakó zsebéből kikandikáló zsebkendővel. A férfi enyhén kopaszodó haját hátrafésülve hordja. Ingatlan ügynök Endrédi Gábor. Az idős ügynök sötét barna öltönyben látható fehér ingel, bordó nyakkendővel. Kopaszodó őszes haját ő is hátrafésüli. Autó ügynök Vári Kovács Péter. A fiatal, rámenős autó ügynök barna, nagykockás öltönyben jelenik meg, melyhez sötét lila inget és sötét élénkszínű körmintával tarkított nyakkendőt hord. Utcazenészek Gacs Éva és Veszeli Ernő a fiatal utcazenészt alakító színésznőt barna mintás térdigérő szoknyában, zöld, elölgombos, hosszújú felsőben és a szoknyával harmonizáló fejfedőben látjuk. Hosszú, barna haja, loknikban hullavállára. Veszeli járnő, látássérült zenészt, harmonikával a nyakában láthatjuk. Öltözéke egy barna öltönyből, és ingből, bordó nyakkendőből, kalapból és sötétített üvegű szemüvegből áll. Az élő zenét biztosító páros minden esetben közösen tűnik fel a színen. Köszönjük, hogy velünk tartottak! Sok szeretettel várja Önöket az akadálymentes előadáson az Akkú Egyesület.